Nagyon szépen köszönöm, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, a kedves vendégeinken túl a beszélgetésünk résztvevőit, akiket mindjárt bemutatok, és nagyon örülünk, hogy még mindig ilyen sokan itt vannak, amit az egész mai nap az bizonyítja, hogy a gyerekekkel tudunk és szoktunk és kell foglalkoznunk, úgyhogy ez egy kicsit szakmai címet visel, vagy hát nem szakmai, ez nem jó, kicsit jogiasabb címet viselő panelbeszélgetésre ültek be a gyerekek a családjogi vitákban, és mi arra gondoltunk, és a szakértő beszélgetőtársaimmal arról beszélgetünk, hogy gyerekek mindenféle szerepben egy-egy eljárás középpontjába kerülhetnek, a hatóságokkal találkozhatnak, és hogyan tudjuk ezt jól csinálni. Nagyjából ezt lehetne összefoglalni, hogy miből indultunk ki. Tehát nem csak klasszikus családjogi vitákról lenne szó, habár azt is tudjuk, hogy mondjuk a válás Magyarországon egy nagyon sokakat érintő olyan konfliktus, amiben a gyerekek involválva vannak. Ugye a KSH-nak a 2021-es legutóbbi statisztikái szerint, ugye a 2021-ben 18.300 válás történt Magyarországon, ami 2017 óta a legtöbb, és kicsit javult a tavalyi évben a helyzet, de még így is 17.000 fölött van, tehát hogy nagyon nagy számú esetről beszélünk, és akkor ugye ezek még nem mutatják az élettársi kapcsolatok felbomlását, és olyan kapcsolatok felbomlását, ahol egyébként gyerek érintett, és a hatóságok is bekerülhetnek. És ugye egyébként nem mellesleg a mai rendezvény időpontja, az nem véletlenül a Gyermekjogok Nemzetközi Világnapjához kapcsolódik. Ugye ez egy olyan világnap, ami az ENSZ Gyermekjogi Egyezménynek az elfogadását november 20-ai kihirdetését ünnepli, vagy erre emlékezünk. És a Gyermekjogi Egyezmény Magyarországon is kötelező jogi kereteket ad, ami rögzíti a gyermek legfőbb érdekének a figyelembevételét, minden őt érintő eljárásban, a gyermek tájékoztatáshoz való jogát, a gyermekek mindkét szülőjével való kapcsolattartás jogát, ha csak az nem áll ugye a legfőbb érdek ellenében. Tehát nagyon sok olyan jogot garantálnak a nemzetközi jogi keretek, a nemzeti jogszabályok, szakmai protokollok, amiben a gyerekről beszélünk. De hogy sokszor mégis azt látjuk, hogy gyerek olykor elveszik ebben az eljárásban, vagy elveszhet ebben az eljárásban, nagyon sok szereplőt vonunk be ezekbe a kérdésekbe, és most azért nagyon jó ez a panelbeszélgetés, mert hogy nagyon sokféle szakértőt hoztunk ehhez a témához, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm, sorba megyek, Janda Balázs családjogi ügyvédet, Rácz Dominika jogászt, aki a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány munkatársa, Per Krisztina klinikai gyermek és szakpszichológust, és majdani igazságügyi szakértőt, ha jól tudom, most ebben is építkezik, és Németh Zoltánt, aki mediátor jelen kalapjában éppen. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást, és ez jól mutatja szerintem a téma komplexitását. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan tudjuk gyermekközpontúvá tenni ezeket az eljárásokat, vagy mik szerintetek, vagy tapasztalataitok szerint ez mikor működik jól, mikor tud gyerekközpontú lenni egy olyan eljárás, amiben hatósággal találkozik a gyerek családjogi területen. Kezdhetik a hölgyek, van civil szakértő és pszichológus szakértő. Nem biztos, de bocsánat, köszönjük, hogy ennyien eljöttetek. Ugye a válás kapcsán fogok most inkább beszélni arról, hogy a hatóságokkal való találkozást, és annak azt hiszem a nulladik vagy mínusz egy első lépése az, hogy a család, illetve a válófélben lévő szülőpár hogyan beszél a gyerekével, és a gyerekközpontúságnak az elsődleges lépéseit hogyan teszi meg, mikor vonja be a válási folyamatba, és milyen terheket ró rá, vagy pedig próbálja a terhektől mentesíteni. Itt azt tapasztaljuk, hogy a leghasznosabb, hogyha már egy meglévő döntéssel fordulnak a szülők egyetértésben a gyerek felé, és valahogy a lehetőségekhez képest tiszta kereteket próbálnak felvezetni, és nem a saját érzelmi nehézségeiket, ami nyilván egy ilyen helyzetben elkerülhetetlen, de mégis valahogy meg kell próbálni azokat háttérbe szorítani, és sokkal inkább a gyerek szempontjait figyelembe venni, akinek pedig ugye az elsődleges szempontjai azok, hogy az ő élete miben fog megváltozni. És nyilván ehhez a beszélgetéshez már kell erre is gondolni előre, tehát nem ott kell kitalálni, hanem valamit
vázlattal rendelkezni, azzal együtt, hogy tudjuk, hogy ez folyamatosan változik, mint ahogy a gyerek az életkorára tekintettel is folyamatosan változik. És az is fontos, hogy aztán ezekhez a keretekhez a szülők tartsák magukat. Most itt elképzelve, hogy ezen a ponton már bejön az eljárás is, tehát azt, hogy mi fog történni az eljárásban, gyereknyelven elmondani. Nyilván ez az életkorhoz kapcsolódóan gondolunk elsőre, hogy ez a gyereknyelv, de az, hogy egy gyerek hányszor volt bíróságon, vagy találkozott ügyvéddel, bíróval, rendőrrel, bárkivel, ez nyilván általában nem történik meg gyakran, úgyhogy az eljárást olyan részletességgel elmondani neki, amennyire csak lehet, és mivel valószínűleg a szülő sem volt nagyon sok eljáráson korábban, vagy nem vett részt sok eljárásban, ezért neki is ehhez egy ilyen előzetes tudással kell rendelkezni, akár az ügyvéddel konzultálva, és ezt a gyerek elé, hogy ezzel állni a gyerek elé. Nyilván mi így a gyermekközpontú megközelítéssel nagyon sok szempontból kevésbé a jogi, de sokkal inkább a valóság keretét vizsgáljuk, és ott azért sokszor felmerül, hogy a gyerekek viselkedése egy ilyen helyzetben nagyon könnyen változhat, és egy szülőnek erre is fel kell készülni, hogy ebben jól tudja támogatni. És az, hogyha már egy bizalmi helyzetet ebben a témában meg tudnak alapozni, akkor az a későbbiekben is nagy segítség lehet a gyerekek számára. Jelenti ez azt is, hogy ha dühös, vagy ha sír, vagy ha ellenáll, vagy ha nem akar menni, akkor ezt figyelembe kell venni, és most akkor itt át tudok térni arra is, amit te is említettél, hogy mennyire kell a véleményét figyelembe venni. Nyilván itt is vannak életkori, vagy egyáltalán ilyen fejlődési határok, de amikor már ezt ki tudja fejezni, akkor igenis figyelembe kell venni. Most a jogi keretekbe gondolom, majd te fogsz belemenni kicsit részletesebben, vagy már most. Jó, nem csak így a mikrofon miatt. Jó, azt hiszem, hogy most így nem akarom túlbeszélni a saját részemet, úgyhogy átadom a szót. Jó, én csak nagyon röviden, tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit. Családjogi ügyvédként, amit itt az előbb felvázoltál, ez egy ideális állapot, ideális helyzet. A tapasztalat és a gyakorlat az, hogy ezekben a mindenkit nagyon rosszul érintő vitás helyzetekben azért nem egy ilyen ideális helyzet áll elő, és a szülők, nyilván mindenki a saját felfogása és értékrendje szerint és tudása szerint próbálja a gyerekek érdekeit képviselni, de hogy azért óriási az a tudatlanság, tapasztalatlanság, kétségbeesettség, félelem, ami egy ilyen családjogi vitát övez. Mi ügyvédek és a gyermekvédelemben egyebekben foglalkozó szakemberek arra törekszünk, és azt gondolom, minden jó érzésű ember arra törekszik, hogy felismerve a gyerekeknek ezen kitettségét és veszélyeztetettségét, sérelmét próbáljuk valamilyen formában orientálni a szülőket abban, hogy amit az előbb te itt elmondtál, milyen formában és hogyan tudják megközelíteni a gyereknek ezen problémáját, kitettségét. Sajnálatos dolog az, hogy ennyi válás történik ma Magyarországon, és nyilván a világon és Európában egyaránt, de ugye a gyermekközpontúság, mint kérdés, hogy jelenik meg a magyar igazságszolgáltatásban és a jogban. De azt gondolom, hogy a jogszabályi környezet és az elvek és az értékek azok adottak és nagyon jól lefektetettek és körülhatárolhatóak. A gyakorlatban azonban sajnálatosan én arról tudok beszámolni, hogy azért ezek kevésbé érvényesülnek és kerülnek felszínre, és ahogy említetted, a gyerek sok esetben elveszik ezekben az eljárásokban, és folyosói beszélgetések, ügyvédek között, szakemberek között azért nem egyszer kell arról beszélnünk, hogy bizony az elsülhetett volna másképp vagy jobban is. Tehát, hogy van mit szépíteni ezen a téren. Egyelőre ennyit. Szóval picit visszalépnék oda, hogy akkor tudjuk a gyerek érdekeit figyelembe venni mi szakemberek, akik velük találkozunk, hogyha a szülőkét is figyelembe tudjuk venni. És hogy én ott látom ennek az egész történetnek a nehézségét, hogyha arról beszélünk, hogy családjogi vita, akkor ebbe a családjogi vitába úgy érkeznek meg a felek, hogy nagyon fel vannak zaklatva,
meg egy olyan konfliktus helyzetben vannak, amiben igazából nem sikerült megoldásra jutniuk. Tehát, hogy egy iszonyú feszültség van bennük, abban az egész rendszerben, amiben ők vannak, az a család, aminek a gyerek is a része, és hogy az tök fontos, igen, hogy a gyerek számára biztosítsuk például az érzelmi biztonságot szülőként, hogy ő úgy legyen ebben az egészben, hogy tájékoztassuk, meg bevonjuk a döntésbe, meg hogy valami olyan légkört tudjunk teremteni, amiben ő így tényleg biztonságban érzi magát, de hogy a szülő sem érzi abban magát, és hogy én azért mondtam, hogy kicsit visszalépnék, mert szerintem az nagyon fontos, hogy tudjunk empatizálni ezekkel a szülőkkel is, szakemberként, amihez meg nagyon fontos a pszichológiai tudás, hogy így értsük, hogy miben vannak, hogy legyen egy fél empatikus mondatunk feléjük is, és hogy azt az érzelmi állapotot akkor fogjuk tudni megérteni, ha egy kicsit tényleg bele tudunk helyezkedni. De nem arra gondolok, hogy így együtt kell szomorkodni vele, így vál összeborulva, hanem azt, hogy egyszerűen kifejezni a verbalitásban, hogy ez tényleg egy nagyon nehéz helyzet. Egy gyereknek tök fontos persze a biztonság, meg hogy kiszámítható legyen ez a rendszer, de azért legyen benne rugalmasság is, hogy tényleg átlátható legyen. Egy gyereket az érdekli, hogy hogyan fog az ő élete tényleg a praktikum szintjén megváltozni. Kinél fog lakni, nem tudom, ki fog neki ruhát venni, ki megy érte az oviba. Tehát, hogy olyan nagyon lesz egy szobája lesz, vagy kettő, az hogy fog kinézni. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog érdekli, ami... ről még nem is tudnak a szülők gondolkodni, mert tök másba vannak. És hogy szerintem a prevenciótól indul, meg onnan, hogy azok a szakemberek, akik ebben a krízishelyzetben lévő szülőpárral vagy családdal találkoznak, hogy azok legyenek ebben jól képzettek, és azok, akik először hozzányúlnak ehhez a történethez, hogy ők tudjanak jól viszonyulni, mert ők fogják végig segíteni őket ebben a folyamatban. Két oldalról is látok ilyen történeteket, egyrésztről terápiás irányból, majd nyilván kicsit lesz erről később szó, meg a jogi oldalról, és hogy tényleg elképesztően szomorú látni, csak egy ilyen, hogy így legyen ilyen életszagú, hogy egyszer voltam egy olyan tárgyaláson, ahol egy 14 meg egy 9-es gyerek ült a folyosón. Ez egy gyerekelhelyezés volt, és már az édesapával értek a gyerekek, és megérkezett az anya, kicsit késve, és így oda lépett a gyerekeihez, és köszönt, és ők ilyen lehajtott fejjel így ültek a folyosón, így nem néztek föl, nem hittem el egyébként, hogy ezt látom, és aztán köszönt, így legugolt hozzájuk, és elkezdett hozzájuk beszélni, és ugyanabban a mozdulatlan pózban lefelé nézett ez a két gyerek. Hát nem kell pszichológusnak lenni ahhoz, hogy ezt így végig gondoljuk, hogy mi történik, mi az előzménye annak, hogy két ilyenkorú gyerek így reagál egy ilyen helyzetbe, függetlenül attól, hogy ki mit és hogyan csinált, tehát hogy ez szerintem rémületes. Ezek után mit mondhatna egy mediátor? Hát én szerencsés helyzetben vagyok, mert én még a bírósági eljárások előtt szoktam a várófélben lévő ügyfelekkel találkozni, de amit elmondhatok, az mind így van. Mindezeket tapasztalom én is. Egy válás óriási kudarcélmény, gyász folyamat egy család részére, és bizony ebben a gyerekek is, a szülők is szenvednek egyaránt. És bizony nagyon nehéz elvárni a szülőktől azt, hogy ők egy ilyen helyzetben egy olyan döntést hozzanak, ami pillanatok alatt megszületik, és mindenki számára jó lesz. De nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy akkor lesz a gyerek boldog és kényesült, a szülei is azok lesznek. És ezért gondolom azt, hogy nagyon jó és örömteli az, hogy egyre többen fordulnak mediátor szakemberekhez, amikor válni akarnak, legyen az házasság vagy élettársi kapcsolat, ez teljesen mindegy, és megpróbálják egy folyamatba helyezni magukat, és ebben a folyamatban próbálnak valamilyen egyességet kötni, és bizony egy ilyen folyamat során megpróbálják egymást megérteni, meghallani azt, amit a másik mond. De nagyon nehéz, hiszen olyan felfokozott érzelmi állapotban kerülnek oda, amit azért tényleg szakember legyen a talpán, aki jól tud kezelni, ezért folyamatosan magunkat képeznünk is kell arra, hogy ezekben a helyzetekben hely tudjunk állni. Én azt szoktam mondani, hogy a gyermekközpontúság így a mediátori életemben úgy jelenik meg, hogy magát a mediációt tekintem egy gyermekközpontú eljárásnak, hogyha minden feltétel adott ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni.
És a szülők egytől egyik egyébként ezt hozzák, amikor leülnek és tudatosan mediátor előtt szeretnének elválni, megpróbálják a gyermek érdekeit kiemelni. És a mentén meghozni a döntést, hogy a gyermek érdekeit figyelembe veszik. Persze kicsit a saját érdekeik is megjelennek, meg az egójuk. Ezt kommunikációs technikákkal, beszélgetéssel nagyon szépen lehet egyébként bennük oldani, attól is, hogy milyen a konfliktus mélysége, és mióta tart ez egyértelműen. De azt tapasztalom, hogy akik mediátor segítségével válnak el, ott azért az esetek többségében egy megállapodás születik a végén, ilyen 90% fölötti rátában, ami alapvetően a gyermek érdekét is szolgálja, és utána ezt a szülők tudják jól a későbbiekben működtetni. De azt gondolom, hogy ez egy egyértelműen gyermekbarát és gyermekközpontú eljárás, kvázi megkímél őket a későbbi hatósági eljárásoktól, de ez nagyon jó mediátorokra van szükség, és tényleg olyan jogi együttműködésekre, a jogi hivatásrendek, pszichológusok, egyéb szakértők között, ahogy folyamatosan tudjunk egymást segíteni, hogy mindenki a munkáját megfelelően tudja végezni. Nem szeretném Balázsba folytani a szót, mert de hogy egyébként pont egy mondatod ütötte meg a fülemet, amikor mondtad, hogy akár egy eljárásban utána folyosón beszélgetve azt mondjátok, hogy ez mehetett volna jobban is. És most ugye azért megint ilyen ideálisabb helyzeteket mondtunk, hogy legyen elég mediátor, azok a hivatásrendek dolgozzanak együtt, a szülővel empatizáljon az elérhető szakértő, és hogy ezeket ugye nagyjából tudjuk, hogy nem feltétlenül adottak, mert csak ezek se. Hogy erre is kérlek, reflektálj. És bocsánat, ez egy eufémizmus volt, hogy mehetett volna jobban is a dolog. Tehát ennél azért sokkal sarkalatosabb megfogalmazások hangzanak el. Én nem vagyok hivatott most itt kritizálni senkit és semmilyen eljárási rendet, de amit az Zoltán mondott, hogy szükséges lenne a szakembereknek a hatékonyabb és a hathatósabb együttműködésére. Én azt tapasztalom, hogy a kommunikáció hatóságok, szakemberek között nem mindig gördülékeny, nem mindig egyszerű, és főleg nem mindig gyors. Itt az időnek olyan jelentős tényező szerepe van, hogy azért elkezdődik egy konfliktusos vállóper, az a mai bírói gyakorlat szerint elhúzódhat sajnos, akár még mindig akár két és fél évig is. Hát ebbe a két és fél évben a gyereket, a szülőt, az oktatási intézményt és minden egyéb érintettet szinten tartani, és hát az ideális állapothoz közelítő magatartásra ösztönözni, vagy abban segíteni neki, ez azért ember próbáló kihívás. Nagyon fontos lenne ezeken a hatékonysági rátákon valamilyen előrelépést megvalósítani, vagy gyakorlatiassabbá tenni, vagy gyorsabbá az eljárásokat. A Krisztinának az a felvetése, hogy milyen szorongásokat élnek meg ezek a gyerekek mondjuk egy bírósági meghallgatás során, ugye az eljárási jogszabályok szerintem egyébként rosszul már lehetővé teszik, hogy közvetlenül a bíróságok meghallgassák a gyerekeket is egy tárgyalás keretében, ahol hát azért ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy mondjuk egy családjogi bíró, aki tárgyal, nem tudom, napi 2-3-4 ügyet, attól függ milyen terjedelemben, akkor ott a folyosóról ilyen akár 4-5-6 éves gyerekeket összeszedve beviszi őket egy szobába és meghallgatja, és ezeket a gyerekeket a bírósági épületébe be kell léptetni, át kell őket vinni bizonyos folyosókon, helyeken, és az valószínűleg az egyik szülő fogja hozni, amelyikkel az előző estét vagy délután töltötte éppen, és ezek a gyerekek ezek óriási feszültségben és kitettségben vannak azáltal, hogy ebben a lojalitás konfliktusokban éppen mit és hogyan nyilatkozzanak. És ebben általában az egyik szülő mindig előnyt élvez, mert többet van a gyerekkel, vagy nagyobb ráhatása van a gyerekre. Ez nem azt jelenti, hogy a másik szülő nem szeretné az ő érdekeit és az elképzeléseit a gyereken keresztül kifejezni, vagy kifejezésre juttatni, és nyilván a gyerek véleményére mindenki kíváncsi, de ez az eljárás, hogy lehetősége van egyébként a bíróságnak szakértők útján is meghallgatni a gyereket és közvetlenül, és én azt gondolom, hogy kifejezetten nem gyermekközpontú, és most lehet, hogy nagyon rosszat mondtam itt, vagy kritizáltam a rendszer, de sajnos én ezt így gondolom, és ezt tartom a gyerekek szempontjából az egyiknek hátrányosabb eljárásjogi problémának. Valakit? Köszönöm. Hogy értem, hallatszik? Jó, bocsánat, ez a mikrofonnal még vannak tapasztalatlanságaim. Szóval egyrészt értem, amit mondasz, hogy az eljárás jogi megvalósulása az gyakran nem ideális, de
valójában az, hogy a gyerekek elmondhatják a véleményüket, mint igen, és hogy... Bocsánat, a véleménynyilvánítás fontos, ennek a mikéntje és a módja, az nem mindegy, hogy az hogy történik. Igen, de hogy azért itt elindult egy folyamat, ami még csak egy folyamat eleje, tehát hogy az tény, hogy ez még nem a tökéletes, és sőt, szerintem az is tény, hogy nehéz megtalálni, hogy mi az, ami tökéletes, mi az, amikor az az egy szülő, akinél mondjuk a gyerek van, nem befolyásolja a gyereket, és azt tényleg el akarja mondani, de mondjuk hallottam nem olyan rég olyan esetről, amikor egy 14 év körül, lehet, hogy pont még alatt a kislány maga szeretett volna beszélni, és hogy ennek most már egy sokkal ideálisabb formája van, van egy, ugye ez megváltozott annyiban a jogszabály, hogy mindenképp felhívják a gyerekeket arra, hogy ebben az eljárásban elmondhatják a véleményüket, nem kötelező elmondani, csak egy lehetőség, és tény, hogy az, hogy ezzel ki hogy él vissza szülőként, az egy más kérdés, de az, hogy gyerekként ezzel viszont hogyan tud élni bizonyos esetben már a saját jogáért, az viszont egy nagy előny. Sőt, ez az idézés, amiből voltak ilyen, bocsánat, igen, botrányos vagy vicces dolgok, hogy megkapja a 2 éves a jogi szöveget paragrafusokkal. Most már ez is ugye változott, és lett egy ilyen ajánlás értem, hogy te ezt gyakorlatban egy kicsit kevésbé pozitívan látod. Igen, az is nagyon nehéz, hogy utána mi történik, tehát mondjuk elmondja a véleményét, és azt a bíróság felolvassa. És ez például egy olyan dolog, ami én itt találom nehezen azt, hogy ez hogyan lehet egy gyereknek jó, hogyan tudja akkor őszintén tényleg elmondani, vagy hogyan nem él vissza a másik szülő ezzel később. Tehát ez nagyon sok kérdést vet fel, de maga a folyamat eleje az azt jelenti, hogy még ha lenne egy pici beleszólásunk, vagy bármilyen mód, hogy ezt jelezni lehet, és alakítani lehet akár olyan szakemberekkel, akik ebben egy jó álláspontot képviselnek, akkor én még látom a szép fényt is az alagút végén, csak messze van. De. A szakember a kulcs szó. A szakember, és sajnos én ezt az álláspontomat is vállalom bírósági tárgyalóba is, hogy egy űr keletkezett a magyar igazságszolgáltatásban a családjog területén. Ez az űr pedig az, hogy a szakemberek valahogy eltűntek. Az igazságügyi pszichológus szakértők, azok a szakértők, akik korábban vizsgálták ezeket az eseteket, a gyerekeket, a szülőket, ezek az elmúlt egy évtizedben így felszámolódtak és eltűntek. És sajnos azt gondolom, hogy egy nagyon alapvető hiányossága ez ennek a családjogi igazságszolgáltatásnak, hogy kevés olyan szakember van, aki szakszerűen tud nyúlni egy ilyen kérdéshez, és ezen nagyon jó lenne valamilyen formába változtatni, mert a bíró nem szakértő, nem pszichológus, és bár a szakértőnek a véleménye egy a sok bizonyíték közül, és ő azt a saját mérlegelés alapján értékeli és mérlegeli, de azok a régebbi szakvélemények és szakértői vélemények, amik azért nagyon jó iránymutatást és véleményt adtak egy ilyen tényleg átláthatatlan és szövevényes családjogi konfliktusba, ezek ma azt gondolom, hogy sajnos hiányoznak az igazságszolgáltatásból, és hogyha hozzájuk is lehet jutni, vagy el lehet jutni ezekhez a szakvéleményekhez, akkor nem ritka, hogy egy évet kell várni arra, hogy ez bekövetkezzen és megtörténjen, de ennél rosszabbról is tudok beszámolni, de mondom, láttam már jó példát is, tehát hogy nem kritizálni szeretném. Itt az is van, hogy nagyon kevés kirendelhető pszichológus szakvét, tehát hogy mindenképp bocsánat, hogy még így szabad előtt, de... Én azt gondolom, hogy ma, ahogy régen a közgazdászokat, jogászokat, most ezek pszichológusokat eléggé erős túlképzés jellemzi, tehát hogy sok pszichológus jön, hogy ezekből miért nem lesznek egyébként igazságügyi pszichológus szakértők, akiket lehetne alkalmazni és egy ilyen körben ténylegesen felvenni, hát ez egy másik kérdés, de hogy nincs, tehát azt tényként kimondhatjuk, kijelenthetjük, hogy sem a rendőrségi körökben, sem a polgári bírósági, sem pedig a gyámhivatali körökben nincs elérhető szakértő, tehát kevés. Ez elérhető szakértő. Ez így van, de nem is akarok ebben az irányba tovább menni, mert az egész rendszer omladozik és tényleg túlterhelt. Nem csak a szakértői területen, hanem a terápiás munkában is. Meg más beszélgetésekben volt erről szó, hogy mi van a rendszerrel. Visszakanyarodnék oda, hogy mi van a gyerekek meghallgatásával, és hogy az egész eljárással, hogy az a példa jutott eszembe, szokták kérdezni szülők, hogy el lehet-e vinni a gyereket a temetésre, vagy így elvigyék-e, és hogy így meg vannak ijedve attól, hogy hát ott mivel fog találkozni, mert ott az emberek
hangosan sírnak, meg nem tudom, mindenki feketébe van, mondjuk, hogy egy katolikus temetést nézek, és hogy egyébként is az egésznek milyen a hangulata. És akkor nincs erre egy igen vagy egy nem, hanem az van, hogy körbejárjuk a kérdést, és a gyerek nem önmagában a temetéstől fog szorongani, hanem eleve az egész gyász folyamat az egy ilyen nehéz dolog, és fel lehet rá készíteni, meg amúgy meg is lehet kérdezni, hogy szeretne eljönni, meg azt is végig tudom szülőként gondolni, hogy mondjuk én tudom-e érzelmileg eléggé támogatni, vagy lehet, hogy én nem tudom, mert nagyon érintve vagyok, és akkor azt kell mondani, hogy kell valaki akkor a temetőbe, mondjuk a nagynéném, aki majd fogja a kezét, vagy elmegy vele virágot szedni, amikor már nem tud odafigyelni. És hogy kicsit valami ilyesmit gondolok erről, hogy szóval, hogy fel lehet készíteni, hogy mi az, hogy akkor ott be kell lépni, meg ott ülni a folyosón, meg ez az egész légkör az milyen. Én azért voltam még olyan meghallgatáson is, ahol tényleg a bíró ilyen csodálatos módon így levetette a talárt név nélkül, és akkor így lehuppant oda a padra mellé, a tárgyalóterembe, és így elkezdett beszélgetni, és hogy annyira szép volt tényleg, és hogy nagyon sok minden előjött a gyerekből, és hogy ezek szerintem ilyen fontos kérdések. Tehát, hogy a gyerek amúgy is része az egész eljárásnak. Egyébként is megtapasztal egy csomó dolgot, még nem is mondunk el neki mindent, mert tabusítjuk magát a válást, vagy az azt követő, azt megelőző, nem tudom, procedúrát. Van olyan család, akikkel dolgozom, és a 2 éve külön élnek, és még mindig nem tudja a 12 éves gyerekük, hogy elváltak így hivatalosan is. Mondtak, hogy az annyira nem fontos, igyekeznek fenntartani azt a rendet, ami előtte volt, mindent pontosan ugyanúgy szeretnének csinálni. Az a baj, hogyha konkrétabb példákat hozok, akkor felismerhető lenne. Úgyhogy ezért most nem fogom ezt megtenni az anonimitás jegyében, de hogy tényleg csupa jó szándék vezérli őket. Ők azt szeretnék, hogy a gyerek ebből ne érzékeljen semmit, de ez a gyerek ez érzékeli minden egyes pillanatát, és hogy szerintem pont ezért fontos, hogy az ő szintjén, ugye ez már így elhangzott, hogy bevonjuk ebbe az egész eljárásba, meg így kommunikáljunk az irányába. Ezt meg szoktuk kapni pszichológusként, hogy de mit jelent a gyerek szintjén beszélni, meg őszintén, meg szóval, hogy most lehetne ilyen kognitív, meg mindenféle fejlődésbe belemenni, de hogy azért vannak ilyen praktikus dolgok, ebbe lehet szerintem így tanácsot kérni, pont úgy, ahogy a klímakatasztrófáról is lehet beszélgetni a gyerekekkel, meg a háborúról, itt már elhangzott egy előadásban, hogy hogy kell beszélni vele arról, hogy ez történik. Szóval, hogy én és biztos vannak a rendszernek buktatói, de hogy a gyerekközpontúságnak az is a, nem tudom, talán ilyen fókusza, hogy tényleg segítsük ezeket a szülőket az elejétől fogva, a nulladik pillanattól ebben az egész folyamatban mi szakemberek. Ez egy pár gondolatot hozzáfűznék azért mediátorként, hogy így lépjünk még vissza egészen a szülőkig, jussunk el, hogy ők figyelembe veszik a gyermekeinknek az érdekeit. Tehát ugye segítjük őket szakemberként különböző hatósági eljárásokban, de meg kell próbálnunk segíteni őket abban, hogy képesek legyenek arra, hogy felismerjék, hogy meddig és ne tovább, és hol van a gyermekem érdeke, ami sérül. Azt gondolom, hogy nagyon sok szülő, aki mondjuk például mediátor segítségével vál el, felismeri ezt, és képesek arra, hogy olyan rendszereket dolgozzanak ki, ami működik a későbbiek folyamán. Amire szeretnék reflektálni az, hogy nem mondjuk el a gyereknek, mert egyébként nem akarjuk elmondani, meg úgyse tudja, hogy mi elválunk, meg nem érzékel ebből semmit. A gyerek mindent is érzékel. Tehát ő tudja, hogy baj van a kapcsolatában a szüleinek, ez biztos. Tehát ők olyan kis érzékeny lelkek, és egyébként a szülők kidolgozzák a rendszert, és tudják működtetni, gyönyörűen tudnak alkalmazkodni hozzá. Csak legyen információ, legyen kommunikáció a szülő és a gyermek között, tényleg az ő szintjén. Beszélgessünk vele. És a beszélgetésen van a kulcs, ez egyre jobban elsikkad a szülők között is. Rengeteg kapcsolat megy tönkre azért, mert az felek nem beszélgetnek egymással, nem hallgatják meg egymást. Ez az első, -3. lépés körülbelül, hogy próbáljuk meg a beszélgetés az időt szánni. És akkor egy csomó konfliktus megelőzhető, mert rengeteg konfliktus információ hiányból fakad a szülők között is. És hogy ezek az információk megvannak, onnantól kezdve gyönyörűen el tudnak kezdeni egymásra beszélgetni. És ezt a gyerekünknek is adjuk meg.
Ha elváltunk, akkor nyugodtan együtt oda lehet hozzám menni, és el lehet mondani, hogy kedves kislányom, kisfiam, ez történt a kapcsolatunkban, és a szüleid elválnak. Ezt minden szülő alkalmazza, aki mediátor segítségével kerül ilyen helyzetbe, és így működik, a gyermek látni fogja, hogy a szülők annak ellenére, hogy elváltak, örökké szülőpárok maradnak. Ezen már nem lehet változtatni, ez így alakult kész. Attól még, hogy ők így döntöttek, a gyermeket mindketten nagyon szeretik. És ez a gyerek számára nagyon fontos. Csak így ezt akartam. És egy gondolat hozzád, és tök fontos, amit mondtál, hogy ugye nagyon gyakran, mert ők akkor a reflektív szülők, akik elmennek a mediátorhoz, szuper, és már tényleg szeretnének megegyezni, meg tudom, hogy nem is nagyon vállalják, nem, de azt majd mondd, hogy az ügyvédek azért azt szeretik, hogyha ott már megegyezés van, tehát nyilván nem úgy szeretnének a bíróságra menni, de hogy csak egy gondolat, hogy azokban a helyzetekben, amikor nem a mediátornál, meg nem a pszichológusnál kötnek ki a szülők, mert nincs ilyen reflexió, hogy ott muszáj, hogy a jogászok is felismerjék ezt, és hogy segítsék és tereljék a szülőket a felé. És egyébként nem csak a mediációra gondolok, hanem még egy szál, hogy tényleg van, aki, az elején utaltál rá, hogy ezt 2 évig is vinni, ezt a folyamatot mennyire iszonyú nehéz, érzelmileg megterhelő. Tehát van, akinek abban kell segítség, támogatás, hogy ezt így érzelmileg tudja vinni, és akkor ő szülőként egyénibe elmehet mondjuk egy pszichológushoz, hogy ezt így végig tudja csinálni. Érzem, hogy így mindenki az ideális esetekről beszél, és te belül a saját klientúrádat látod, vagy legalábbis ez volt most a gyakorlatod. Igen, de rajtunk is látszik az érzelmi megterheltség a téma kapcsán. De hogy nekem nagyon megindító volt ez a szakember dolog, hogy addig, amíg valaki elválik, illetve tehát van az a tapasztalásunk nekünk is, hogy van egy pont, amíg még lehet azt mondani, hogy menj el mediátorhoz, lehet azt mondani, hogy nyugodtan saját vagy családi szinten pszichológushoz fordulj, és van az, amikor már annyira elmélyültek ezek a dolgok, hogy nagyon nehéz kilábalni belőle, de hogy közben tényleg én is így érzem, és saját tapasztalásom is a édesanyám ügyvédi irodájában dolgozva, hogy nagyon sok ilyen helyzetben az ügyvéd is, mint szakember, még akkor is, ha megterhelő, tehet ellene, hogyha a számára érzelmileg megterhelő, akkor javasolhat segítséget a családnak is, vagy az adott félnek is, még akkor is, hogyha ez iszonyúan nehéz. És hogy nekünk van egy ilyen rendszeres fogadónapunk a Hintalovonnál, és nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy ez egy 40 perces online beszélgetés, néha személyes, hogy az, hogy úgy van meghallgatva az a fél, akinek nagyon sok baja van, pont amit te is az elején mondtál, hogy értem és átérzem a problémákat, a nehézségeket, de mégis így valaki jól meghallja, akkor abból így el lehet indulni arra, hogy ő is megpróbálja a többieket meghallani, és most nyilván a gyerekről beszélünk elsősorban, aki minket érdekel, mert oda jutunk el, hogy egyébként a gyerekre ki az, aki figyel, és nagyon gyakran senki. És de mindegy, csak ennyi, én is ezt a szakemberi felelősséget akartam. Igen, hát ezek nagyon összetett és nagyon hosszú folyamatok, tehát ezt 40 percben, 1 órában kezelni, moderálni, irányítani, segíteni nagyon nehéz. Azt gondolom, hogy a kulcs szó az, hogy megpróbálni segíteni, és szakemberek között az együttműködést megvalósítani. Tehát mi az ügyvédi irodában is ezt tesszük, hogy kapcsolatban állunk pszichológusokkal, mediátorokkal és adott esetben szakértőkkel, hogy próbáljuk azt az adott jogvitát előzetesen úgy feltérképezni és felmérni, hogy mégis ne úgy essünk be a bíróságra, hogy na most aztán valaki oldja már meg, és nagyon dühösek vagyunk, hanem próbálunk egyfajta képet és irányt mutatni arra, hogy mi lehetséges és milyen irány, ami jó. Az ügy első bírája azért nálunk, vagy hát ebben a szakmában az ügyvéd, tehát hogy mi próbáljuk ebbe a körbe az ügyfeleket és a problémáikat kezelve megközelíteni, és tényleg támogatólag hozzányúlni. De ugye az volt a kezdő szó, vagy a vezérszó, hogy a gyermek központúságnak az ismérve, és itt azért a Krisztina mondott egy olyat, hogy, és ez most nem témája ennek a beszélgetésnek, de hogy az a rendszer azért omladozik. Hát azt gondolom, hogy ez az egyik ismérve a sok jó mellett és a sok pozitív mellett, hogy azért vannak olyan tényleg problémák, amiket kritikus szemmel nézve elég erősen lehetne javítani és támogatni. De nem szeretnék mindig ilyen negatív dolgokat mondani. Úgyhogy...
Az jutott eszembe, hogy ahogy hallgatlak benneteket, hogy azért az is elhangzott, hogy akár önreflexió, akár a fölismerés szülőként abban, hogy segítséget kérjek, akár a konfliktusban, akár a gyerekkel való kommunikációban, akár bármiben, hogy azért egyrészt ez sem nagyon természetes, meg nagyon tabúsított akár ez, és szerintem az a példa, amit mondtál, hogy a szülők megpróbálják úgy védeni a gyereket, hogy mondjuk nem mondják el ezt akár a válást, akár bármi más konfliktus, hogy mégis sokszor ugye megelőzően, akár évtizedig is lehet, hogy van egy teljesen megromlott kapcsolat, de mégis pont azért, mert azt gondolom, hogy megvédem a gyereket, ezért máshogy hogy reagálok rá, tehát ez egy érdekes dolog. Másik részben meg, hogy a szülő, a kérdésem az erre fog vonatkozni most, hogy ugye az ilyen elcsépelt, vagy egy kicsit ilyen közhelyszerű mondás szokott lenni, hogy a szülő az egyetlen, a szülőnek lenni az egyetlen a hivatás, amihez nem kell semmilyen tanfolyam, OK és képzés és diploma, és hogy mi nagyon sokan átesünk rajta, és hogy iszonyú sok a legjobb szándék mellett lehet olvasni könyveket, eljöhetünk konferenciákra, beszélgethetünk, de hogy azért nagyon sokan ugye ezt nem csináljuk, és hogy tudjuk ezeket az embereket akkor elérni, vagy hogy tudjuk ezeket a szülőket elérni, vagy hogy tudjuk a szülőket ebben segíteni, hogy ebben jók legyenek. Mert ez szerintem az a réteg részben, akivel ti találkoztok, abban azért akár az önreflexióra is van készség, képesség, lehetőség, forrás, hogy mondjuk tud keresni gyerekpszichológus, családterapeutát, mediátort, és most nem a rendszer hiányosságokat kérdezem direkt, hanem hogy hogyan tudunk ebben segíteni a szülőknek. Vagy ki tud segíteni a szülőknek? Hát nyilván, akihez a szülő fordul, tehát hogy akivel akit a problémájával megkeres, neki szükséges egy olyan rálátása, hozzáállása rendelkezni, hogy próbáljon neki segíteni, és nyilván ez egy szakmai kérdés. Egyéni esetben tudok ebből, vagy egymagamtól kell erről nyilatkozni, hogy hát próbáljuk a magát, az ügyfelet és az ő problémáját némileg pszichológiailag, jogilag és emberileg értékelve segítséghez juttatni. Kicsit én úgy fordítom, hogy honnan fogja tudni, hogy hova menjen, vagy egyáltalán van-e alternatíva arra, amit elképzel, hogy most évekig pereskedünk. És egyrészt azt gondolom, tény, hogy örök optimistaként egy omladozó rendszerben, de hogy még mindig így látok olyan helyzeteket is, például egy iskolapszichológust, ahol felmerül egy probléma, és mondjuk elképzelünk egy ilyen ideális esetet, ami ritkának hangzik, de előfordul, hogy a szülővel kapcsolatba lép, és esetleg javasol bármilyen alternatív módszert az évekig tartó pereskedésre. Ugyanígy ügyvédek képzését is akár ebben a témában, mert nem elvárható szerintem szintén az sem, hogy egy ilyen vitás helyzetben mindenki tudja, hogy kell jól reagálni, de erre fel lehet készülni, lehet hozzá tanulni, akár ugyanúgy szülő coachingra is el lehet menni, hogyha most ez az OK ép nélkül megpróbálunk jó szülőnek lenni, vagy elég jó szülőnek lenni. Szóval én azt gondolom, hogy van egyrészt ez is, másrészt pedig úgy most már egyre inkább az a mainstream, hogy beszélünk ezekről a dolgokról többet, és ugyan tabusítunk is, de hogy szerintem lehet, hogy egy buborékban, de nagyon sok lehetőség szembe jön. Én azt tapasztalom egyébként ezen a fogadónapon is, amit az előbb említettem, hogy sokszor vidékről jelentkeznek, és egyszerűen, hogyha valaminek így hírek él egy másik módszernek, vagy annak, hogy valahogy másképp is meghallgatnak, vagy akár egy mediátorhoz is el lehet menni, és még a pénzt is megspórolja a sok évig tartó ügy, tehát hogy szerintem nagyon sok szempont lehet, ami nem is feltétlenül a mi beszélgetésünk tárgya, akkor ez a folyamat elindulhat egymásnak ajánlással is, tehát hogy de kell hozzá nyitottság, az biztos. De közben azt is tapasztalom, hogy minden rossz mellett azért nagyon sokan nem akarnak rosszat a gyereküknek, tehát hogy egyszerűen, ha ezt valahogy jól meg lehet fogni időben, akkor lehet segíteni és elkerülni ezeket. Én ahhoz kapcsolódnék, ez a szülőbizonyítványos dolog, azért tök jó volt a kérdésed, mert hogy szerintem onnan indul, hogy muszáj kompetensnek tekintenünk a szülőt, tehát hogy ő most egy ilyen nagyon ramadt helyzetben van, meg össze van omolva, meg mindenféle baja van, de hogy igazából ő a gyerekének az első számú szakértője, nem én. Én pszichológusként, vagy jogászként, vagy tök mindegy, bíróként. Tehát, és hogyha van egy ilyen szemlélet ebben az egész munkában, akkor az szerintem már eleve segít.
Egy másik dolog, amivel elég gyakran találkozunk, az az, hogy, és mert hogy kinek lehet, vagy hogy hova forduljon segítségért, vagy ki tud segíteni, hát nyilván ahova fordul, ugye ez elhangzott, meg hát aki szeretné, hogy neki segítsenek. De hogy amivel elég gyakran találkozunk, az az, hogy megjelenik a szülő, vagy a család, hogy el fogunk válni, vagy a kapcsolattartást szeretné módosítani, vagy nem tudom, vagy ez így kialakult valami rendszer, de ez így nem jó, tudom, és hogy a gyerek az meg így, meg úgy van, és akkor hozná a gyereket terápiába. Tehát, hogy ez a mondjuk így a gyakorlat oldaláról, ami megjelenik. Nem azt mondom, hogy nem lehet a gyereket a terápiába elvinni, csak azt mondom, hogy mondjuk egy akut krízis helyzetben nem biztos, hogy az az elsődleges cél, hogy a gyerek legyen betolva egy ilyen térbe. Például azért, mert annak van egy olyan üzenete, hogy hát menni kell a pszichológushoz, mert van veled valami baj. De amúgy vele nincs baj, csak éppen mondjuk válnak a szülei, és akkor annak vannak különféle tünetei, amik a gyereknél megjelennek, mert mit tudom én, a szobatiszta gyerek elkezdett újra bepisilni, vagy romlik a tanulmányi eredménye, meg veri a társait, meg ilyenek, és hogy nagyon megijednek a szülők, tök érthető módon, teljesen adekvát a dolog, és akkor a szakembernek a felelőssége, hogy egyrészt ezt megértse, hogy ők miben vannak, és végigbeszélje, és lehet, hogy a vége az lesz, hogy aztán a gyerek is kap segítséget. Én mondjuk alapvetően inkább úgy dolgozom, hogy azért nem egy ilyen akut helyzetben, akkor az sokkal inkább egy szülőkonzultáció, egy szülőknek a megtámogatása vagy segítése, pont azért, hogy ő tudjon a saját gyerekének segíteni és érzelmi biztonságot adni. És aztán nyilván van az, meg ez egy mérlegelés kérdés, hogy mennyi ideig kell akkor mit tudom én ezeknek a tüneteknek fennállni, mennyire erőteljesek ezek, vagy ilyesmi, hogy akkor azt mondjuk, hogy tényleg a gyereknek is szüksége van terápiás ellátásra, de hogy szerintem itt is van egy ilyen szakemberi felelősség, és hogy lehet, hogy a szülő bejelentkezése az igazából egy saját maga számára kért segítség. Egyetértek, és valóban a szülőséghez nem kell bizonyítvány, bárki lehet szülő gyakorlatilag, és szerintem mindenki törekszik arra, hogy jó szülő legyen, ez az alapvető, és nekem így jóhiszeműen, tehát egy azt tapasztalom, hogy jóhiszeműen próbálnak az emberek tényleg jó szülők lenni, ez nem mindig sikerül. Egyébként emberek vagyunk, tehát valójában szerintem azt is mondhatnánk, hogy senki sem elég jó, nem annyira jó szülő, mint amilyen szülő szeretne lenni valójában, tehát ilyen hibákat simán el tudunk követni. Ha ezt meg tudjuk beszélni, akkor már előbbre járunk, azt gondolom sokkal fel kell ismernünk, és felnőttként kell viselkednünk, sajnos ezt meg kell ugranunk, hogy bizonyos kor után már nem lehetünk gyerekek, nekünk felnőttként kell viselkedni, és példát kell mutatnunk a gyerekeink számára, hogy hogyan kell kommunikálnunk egymással. És azt gondolom, a szakemberek együttműködése egyfajta holisztikus megközelítésre ránézünk ezekre a válási helyzetekre, akkor előbb-utóbb meg fogjuk találni azt a fajta megoldásmódot, ami akár egy újfajta eljárásrendszer, vagy egy omladozó rendszeren belüli valami újdonság, amivel tudjuk a szülőket segíteni. Az, hogy az információ eljusson hozzájuk, hogy vannak szakemberek, meg az, hogy megnyugodjanak abban, hogy nem gáz elmenni a pszichológushoz, mert nem beteg, segítséget kér, azért kell segítséget, hogy ne legyen még nagyobb problémája. Ezeket kell valahogy újra gombolnunk, és elmagyarázni számunkra, hogy ez mennyire fontos. És én azt tapasztalom, hogy előbb-utóbb mindenki utolér azt, hogy az önmagával kell, hogy foglalkozzon, az önismeretével, lesz életközepi válság. Tehát mindenen át fogunk menni, előbb-utóbb van valami szakember, amire szükségünk lesz. Ezt kell természetesen tennünk nekünk, hogy vegyük igénybe, és használjuk őket, mert itt vannak, és segítenek nekünk abban, hogy minden könnyebb legyen, és ezáltal majd gyerekeinknek is jobb lesz. Mert egyrészt a válásunkat jobban menedzseljük, másrészt a gyerekünkkel jobban tudjuk majd tartani a kapcsolatot. Ezekkel szerintem lehet operálni, de minden az információ, a kommunikálásom, hogy ezt juttassuk el minél több ember számára, hogy lássák, hogy itt vannak tényleg jó szakemberek, és itt a jó szakemberre van a hangsúly. Annyira jó pozitív mondat volt, hogy azon gondolkodtam, hogy tudtok-e esetleg olyat, mert most már az omladozó rendszerről, szakember hiányról, problémákról beszéltünk, hogy saját praxisból mindenki tud esetleg egy olyan történetet mondani, vagy előhívni, hogy ahol valamit fordított, a saját közreműködése az adott ügyön, és a gyereknek jobb lett, az a gyerek központosság jobban megjelent a saját területén. Tudtok ilyet esetleg? Remélem, igen. Akkor kezdem.
Én nagyon sok ilyet tudok, de nem fogom mindegyiket elmondani. Hál' Istennek egy mediátornak olyan hálás feladata van, hogy általában a szülők úgy jönnek el a mediációs ülésre, hogy egymásnak háttal ülnek, karba tett kézzel, nem akarnak egymásra szóba állni, vagy ha szóba állnak egymással, akkor óriási perpatval keletkezik meg kiabálás, meg feszültség, és így indulnak általában ezek a mediátorok. És konfliktusban vannak a szülők, teljesen normális állapot, és gyönyörű szép azt látni, hogy a mediátor a kérdéseivel, a segítő szándékával, az empatikus hozzáállásával pár ülés után a szülőket átfordítja egy együttműködésbe, és elkezdenek egymással beszélgetni. Nem minősítik egymást, pár óra után rájönnek, hogyan kell kommunikálni, a gyerek érdekeit kezdik el nézni, és gyakorlatilag, aki tesz ebbe energiát, és nem fél kimondani a félelmeit, nem fél a szükségleteinek a kifejezésétől, gyönyörűen elkezd dolgozni a másik félel, és egy fantasztikus megállapodást tudnak kötni. Úgyhogy igazából én azt tapasztalom, hogy amikor a szülők tényleg végigvennek egy mediációs folyamaton, akkor általában ez a fordulópont bekövetkezik. Én csak pozitív tudok lenni, bocsánat. Jó, én úgyis az érzelmekkel kezdtem, úgyhogy ide fogok akkor visszakanyarodni. Szóval, hogy inkább nem ilyen konkrét esetet fogok mondani, hanem inkább ilyen szemléletbeli dolgot, hogy szerintem mi az, ami tud segíteni. Ha azt kommunikáljuk így a családok, szülők, gyerekek felé, hogy ezek, hogy minden érzés érvényes ebben a helyzetben, szóval szabad bárhogyan érezni magunkat, hogy szabad haragudni egymásra, a szülőknek, azok szoktak is. Szabad haragudni szülőként a saját gyerekemre, és gyerekként szabad a szülőre haragudni, meg szabad szomorúnak lenni, sőt, örülni is lehet. Lehet jól érezni magunkat egyik szülőnél, meg másiknál, stb. Tehát, hogy egyszerűen mindent szabad érzés szintjén, és ez azért nagyon fontos, mert nagyon felszabadító tud lenni annak a gyereknek, aki a lojalitás konfliktus kellős közepén van, meg a bűntudattal terhelt szülőnek egyébként, de ez messzire vezet ez a téma, úgyhogy én csak ezt, hogy így akárhogy lehet érezni magunkat, és az oké. Okay. Igen, ehhez tudok én is kapcsolódni. Én egy konkrét ügyet hoznék be, ami így az utóbbi időben megérintett, amikor egy nagymama keresett fel bennünket, és egyébként nem is Budapestről, tehát hogy jutnak el ilyen lehetőségek máshova is, és az unokáival nem volt már egyáltalán szinte kapcsolata, mert a lányával volt egy konfliktusa, és azért fordult hozzánk, hogy akkor mit mondjon, mit kérdezzen az igazságügyi szakértőtől abban az eljárásban, ami folyik most már a kapcsolattartás rendezései rend, és eljutottunk egy beszélgetés be, ahol abszolút nem ilyen jogi, hanem inkább ilyen lelki dolgok kerültek elő arról, hogy milyen helyzetben érezheti magát a lánya, milyen helyzetben érezheti magát ő ebben az anyalánya szituációban, illetve hogy jó lesz-e az, hogyha a gyerekek egy hatósági döntés alapján majd megjelennek a nagymamánál pénteken 2-től 6-ig. És egy nagyon izgalmas beszélgetés volt, mert így lehetett érezni ezeket a pontokat, amikor tényleg ő ezeket átgondolta, és akkor még a végén is, hogy de akkor most benyújtsam, vagy ne nyújtsam be azt az iratot, és valahogy eljutottunk odáig, hogy akkor valószínűleg meg kell próbálni a lányommal beszélni. És aztán egyébként, mert hogy pont ez a pont volt, amit az előbb már beszéltünk, hogy vagy így nagyon durván elfajul, vagy pedig így valahova tarthat a kapcsolat, és vissza is jelzett, hogy valahogy így ebbe a jó irányba indult, és itt éreztem ezeknek a szakembereknek a jelentőségét egy nyitottsággal is, hogy párosulva, hogy lehet bizonyos pontokon változtatni kortól és családi relációtól függetlenül. Nincs olyan, hogy egy sikeres ügy, minden ügy egy ügy, és abból próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a gyermekközpontúság szempontjai alapján. Általában hozzánk bejönnek, akkor próbáljuk az egyességet létrehozni, próbálunk a mediáció irányába elmozdulni, próbálunk a pszichológusok bevonásával valamit elérni. Hogyha ez nem sikerül, tehát hogyha úgy látjuk, hogy zárulnak ezek a körök és kapuk, akkor ott nincs siker, akkor megyünk egyel tovább, és nem egy esetben és nem kettőben perben tudunk egyességet kötni. Volt már úgy, hogy másodfokon kötöttünk egyességet. Ezek egyenként mind-mind sikerek, de általánosan azt nem lehet mondani, hogy ez most a legsikeresebb vagy a legkevésbé sikeres ügy volt. Erre törekszünk, hogy próbáljunk egyességre jutni. Köszönjük szépen, és mivel gyakorlatilag az időnk az kisvettetve lejár, egy nagyon gyors mondat mindenkitől, hogy mit vigyünk ma haza ebből a beszélgetésből.
Ez nem könnyű kérdés. Egy mondat. Tóth. Hát, hogy van remény a jobbításra, és hogy csináljuk. Azt gondolom, hogy szakemberek, ha így össze tudnak ülni, le tudnak ülni, beszélgetni, akkor hajrá. Fontos és mindenképpen elkerülhetetlen. Én inkább valahogy annyi, hogy az iskolában, az otthon, a szülői környezetben, a bíróságon lássuk meg a gyereket. Értem, hogy ez volt végül is az egész beszélgetésünknek az alapja, de hogyha egy pillanatra megáll a szakember, a szülő, vagy egyéb részvevője, akkor szerintem erre mindig van esély és remény. Akkor én azt mondom, hogy szabad bárhogyan érezni magunkat, és ezt szabad megmutatni. Én meg azt mondom, hogy beszélgessünk egymással, és adjunk egymásnak elegendő információt, hogy megértsük a másiknak a nézőpontjait. Az én mondatom pedig az, hogy köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon örülök, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen a közönségnek is a kérdést is, hogy ilyen értő figyelemmel itt voltak, és még ne menjenek haza, vagy bárhova, mert még lesz, azt hiszem, program is. Úgyhogy maradjanak velünk, és köszönjük szépen, hogy eljöttek ma.